Végre az üzemeltetés pontosan látja azt, hogy mi történik a városában. Egyszerűbb, hogyha egy kézbe, vagy hogy mondjam, egy monitort nem kell nézni, nem össze Nem, nem fel, jót, Nincs arról egy világos kép, hogy pontosan mi történik. Mm -hmm. Az egy doboz, az egy szoba, vagy ezt hogy kell tárgyiasítani. Nem csak a, 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 a szuper, csitti-fiti IT fejlesztés, hanem ki kell menni a terepre, és akkor... Olyan különböző információforrások vannak, amiket nehéz közös nevezőre hozni. Jó napot kívánok, ez a napi.hu friss videó podcastja, és a téma nem egyszerű, amivel foglalkozni fogunk, de hogyha onnan közelítem meg, hogy az okostelefon nem kell megmagyarázni, meg arról mindenki hallott már az utóbbi években, hogy okos város, okos otthon, okos rendszer, okos ökoszisztéma, és erre az egészre áteszem azt, hogy ez az egész világ megváltozik arra, hogy most mindenki okos energetikai rendszert akar építeni, akkor már is a témánknál vagyunk, ehhez hívtam egy specialistát, Gödi Búcsú Delta csoport nulla 4.0 igazgatója. Köszönöm a e, jó meghívást, teljesen jó. Jó, tökéletes, tökéletes. tehát tökéletes. Jó, akkor az energetikát azt én értem, hmm. meg erre beszélek itt általában. Hogy lesz okos energetika az Ipart 4.0-ával összefüggésben, és ez mennyire a jelen pillanat helyzetnek szól. Tehát, hogy minden energetikáról szól, egy üzembe, egy közüzembe, egy városba, akár egy lakóparkba is. Hát a legfontosabb energia megtakarít, tehát nagyon sokféleképpen lehet megfogni magát ezt az energiaköltségcsökkentés nevű dolgot. Nekünk ez az egész azért onnan jön, egy ipari tudásból jön. Ugye nagyjából az ipar 4.0 vagy 3.0 és 4.0 között valahol, de most ez tényleg igen, éppen hova akarjuk ezeket sorolni. Ennél fontosabb az, hogy mit tanultunk az iparból. Azt tanultunk az iparból hogy a rendszeri működéseket, ha össze, összeszedsz egy nagyobb rendszerbe, és ott összehangolod a működésüket, akkor az a rendszerekben benne lévő tudás nem hogy összeadódik, hanem hogy ott egy egészen új minőség jön létre. Tehát, hogyha ezt úgy kell elképzelni, mintha, mint, mint, mint az agyat. Tehát, hogy egy, ha most maradunk egy gyárnál, de erre az analógiára ugyanúgy fel lehet húzni egy várost, vagy egy épületet is, hogy nyilván egy ilyen üzemnek, vagy egy ilyen rendszernek vannak érzékszervei, jellemzően ezek, ahogy az embernek Igen, a szeme Igen, füle, Igen. úgy jellemzően mondjuk egy gyárba ezek a szenzorok, mindenféle mozgás, rezgés, uh -huh. hőmérséklet, ez az amaz, nyomás, stb. szenzorok, ezek az érzékelők. Van egy idegrendszer, ez valamilyen IoT hálózat, vannak végtagok, ezek jellemzően valamilyen beavatkozók, valamilyen vezérlők, valamilyen lokális beavatkozó eszköz, de az egész minőségműködés működés az az agyon múlik, aminek az a dolga, hogy a érzékelő rendszerből beérkező információkat Valahogy úgy szervezi össze, hogy a kijövő cselekvés az minél hatékonyabb legyen. Ugye erről szól, ezt tanultuk mm. az iparban, hogy önmagában a rendszerek integrációjával, avval nagyon magas szintű minőségi úrás lehet elérni a rendszerek működésében. E, nagyjából az ipar 4.0, mint forradalom, az nagyjából erről mm. szól, most egy picit húzással. E, és akkor ennek rögtön van energetikai, oldala is, olvashat és azonnal. Ez nem csak hmm. most, amikor a hype hmm. lett ez már így volt három éve Jó, is. akkor az, hogy most előkerült, az akkor annak köszönhető, hogy ez, hogy mondjam, a, a to list skálán vagy a előre urat? Hát most elővették azokat a mondatokat, amiket két-három éve mondtunk. Például, hogy húha, ott búcsút emlegettetek valamit, a, a, a energetika kapcsán, az most nagyon fontosá vált, azon a Jó, el erről Hát ugye mi azt, <coughs> azt mondtuk el többször, hogy az a vicces, hogy a gyártási területen, mondjuk a shop azon filléreken összeveszünk, meg vitatkozunk, meg fejlesztünk, hogy egy fillért spóroljunk azon, hogy a uh -huh. robot akkor nem erre megy, hanem arra a kis túlzással, közben meg néha az épület, amiben maga a gyártási tevékenység zajlik, az meg elképesztően éves. pazarló. Voltam El... é, Ausztriában, voltam egy gyárban, ez, ez rémisztett meg, vagy hogy Igen, ez, Igen, a, a, nem rácsodálkoztam, hanem hogy így megdöbbentett, hogy a, volt ott egy közel száz éves épület, volt rajta valamiféle ilyen hő, Igen. Függöny, Igen. de egyébként a targonca újtolt ahogy van, és akkor bent voltak a robotok, amelyek olyan precíziós munkát végeztek, ami, hogy mondjam, mint hogy egy időugrás lett volna három Abszolút. méteren belül. Abszolút. Erről beszélünk, hogy ennek a, Ez ezért értékelődött fel, hogy ez innen maradhat? Hogyha azt akarjuk, hogy jobban működjön a cég, hogy jobban működjön a rendszer, akkor, akkor, ezt fel kell számolni? Egyrészt. Másrészt fogni, tehát hogy, a, hogy egy ilyen típusú, mondjuk facility területű energiafejlesztés, az úgy néz ki, hogy mi az, amit tudunk, vagy mi az, amit mondunk, nem csak mi, hanem, hanem akik ebben foglalkoznak, ők mit mondanak, az, hogy a különböző épület, gépészeti, a rendszerek, fűtés-hűtés-vezérlés, kazánvezérlés, uh -huh. stb. stb. ventilációs rendszerek, stb. Ezek jellemzően most a rendszerekben vannak. Az egyik gyártónak itt van egy pici ilyen kis kazánvezérlése, itt van egy másik gyártónak uh -huh. a légtechnikai vezérlése, stb. stb. Uh -huh. Ezek jellemzően egymást nem látják, csak magukat. Uh -huh. Talán van valamilyen monitoring, de csak az egy részére a szakaszoknak, és nincs arról egy világos kép, hogy pontosan mi történik mm -hmm. a facility területen. Ezt már a gyártásban megcsinálták jellemzően. Tehát ott már nagyon régóta látják, mm -hmm. hogy nekem az egész gyártást egybe kell látnom, az néha, az néha az épület területén nagyon elmarad, és ugye mi azáltal, hogy létrehozunk egy szállítófüggetlen fölöttes réteget, ahová ez az összes információ mm -hmm. fölkerül, és amelyik összehangolja az összes alrendszernek a működését, azáltal el tudunk kezdeni hirtelen, nagyon komoly költségeket csökkenteni. Tehát ez, a, ez, a, ez, ez, ez tényleg a 20-30 százalék kategóriája uh -huh. tud lenni. Egyrészt ugye az önellenmondó vezérlések kikerülnek a rendszerből, másrészt ugye azáltal, hogy egységes maga a teljes rendszer, sokkal könnyebb üzemeltetni, mert nagyon fontos dolog. Azt szokták Hírni, hogy ez van ilyen közvetett, közvetet, jó, közvetett, hatású, jó uh -huh. dolog. Hogy hát könnyű üzemeltetni, hát ez nem egy, nem egy olyan könnyen kimutatható haszon, uh -huh. dehogy nem. Hát ha én, az én üzemeltetőm azonnal átlátja, hogy mit, hogy néz ki a rendszer, amit ő üzemeltet, akkor egy pillanat alatt jobb döntéseket hoz, és ez még aznap nekem pénzt fog spórolni, Ez azonnal. Jó, én hogy ezt hát lefordítom, mondjuk ugrok egy szintet, és azt egy városban. Egy város. Nagyon. Magyar... Tehát eddig a város úgy gondolkodott, hogy akkor vannak vannak közlekedési, kamerái, van az üzemi konyhában mondjuk valami visszajelző, tűzben figyelő kamerája vagy, vagy, vagy bármi kontrollerje, hogy van akár elektromos bringa rendszer, uh -huh. kölcsönző, uh -huh, uh -huh. és akkor ezekbe, ezeknek az információit kell valamiféle egy nagy kosárba begyűjteni, és ezt a big data-t kell a rendszer használatra tennék Jó, akkor ebbe már azonnal kérdésem, ezek ezek valóban nem biztos, hogy látják egymást, mert hiszen a, a város mondjuk pályázott ide, akkor ilyen infrastruktúrát kapott, pályázott oda, akkor olyan, olyan megoldást kapott, ezeket ö, az a nehézség, hogy ez eddig nem egységesen gondolta a város, hogy ezt először meg kell csinálni azt a platformot, ahol begyűjti ezeket az információkat, Igen. és abból lehet majd fejleszteni. Ez jelenti a nehézséget, vagy az, hogy egyébként olyan különböző információforrások vannak, amiket nehéz közös nevezőre hozni? A, a másodikra válaszolok gyorsabban, mert az egyszerűbb. Ez, ez egy Alapvetően technikai kérdés egy olyan integrátor, mint a Delta, azért, hogy uh -huh. ilyeneket megoldjon. Uh -huh. Akkor ide most gyorsan kis hogy viszont meg is kell oldani egy integrátornak. Tehát azért nem te, tehát hogy am amiről mi, mi most beszélünk, azok város üzemeltetési rendszerek, amelyek összehúzzák uh -huh. a különböző arrendszereknek a működését. Az is a mi monori rendszerünk neve, hogy integrált uh -huh. város üzemeltetési rendszer. Ennyire egyszerű uh -huh. a dolog. De ugye ezek, ezek például miért nem tudtak előbb elterjedni? Mert adott esetben, amikor az volt a feladat, hogy nekem most légy szíves, okos vécémről jövő jelet, az húzd be ebbe a rendszerbe, tehát hogy megcsináld az olajos munkát, vagy hogy mondjam ezt. Mm -hmm. mert Igen. Nem, nem, nem csak a, a szuper, csitti-fiti IT fejlesztés, hanem ki kell menni a terepre, és akkor ott mm -hmm. el kell kezdeni Elérni, hogy tényleg valahogy felcsatadjon a, a, a rendszerből a jel. Ott attól jellemzően az integrátorok ö, egy része biztosan, de hátra lépett. És mindenki azt mondta, hát itt az én szuper üzemeltetési rendszerem, én örömmel várom az arrendszereket. Mi meg ugye teljesen más uh -huh. ö, Megközelítés. megközelítéssel uh -huh. mentünk. Mi azt mondtuk, hogy terep, terepi szintől fogjuk megfogni ezeket a munkákat. Például a Monoron is azt mondtuk, hogy akkor lesz egy igazán jól működő rendszer, hogyha különböző fejlesztési elemeket, mint okos vécé, kijelzőtáblák, napelemes telefontöltőpadók és a városi intézményhálózat, ezeket egy egyszerű, jól átlátható, könnyen áttekinthető, integrált rendszer vagy városüzemeltetési rendszerbe összehúzzuk. Mi fog történni ugyanis? Végre az üzemeltetés pontosan látja azt, hogy mi történik, a városában. És van egy skálázható platformja, amire el tudja kezdeni az igényei meg a lehetőségei sz szerint szépen felhúzni azokat a dolgokat, amiket látni akar. Nem nekünk kell, mint szállító kitalálnunk, hogy mit akar egy városüzemeltető mm -hmm. látni, de kell egy rendszer, kell egy felület, kell egy szervező elv, ami konkrét fizikailag is megjelenik valahol, ahol ő elkezdi látni azokat az információkat, amik az ő üzemeltetési szempontjából a legfontosabbak. És ez maradt el. Ugye az a baj... Bocsánat, hagyd igen. próbálj lefordítani. Tehát egy példára. Igen, igen, igen. Hogyha van egy város, ami egy ilyen integrált rendszert épít, azt egy doboz, az egy szoba, vagy ezt hogy kell tárgyiasítani? egy. egy egy, egy szerver. Egy, sze egy, egy szerver. szerver is azt kell tudni, kell tudni analizálni, és jól kell tudni abból a döntéseket meghozni, ami jeleket kapunk. Tehát, tehát abban az esetben, Igen. hogyha van egy város, és Igen. neki problémája van az, hogy jelen pillanatban nem tudja, hogy hogyan kezelje mondjuk a parkolási Igen. ilyen kapacitáshalasztást, vagy a zebráknak a, és a közlekedő autóknak a viszonyát, Igen. akkor hogyha vannak jelek, tehát Igen. van szenzor, van kamera, van visszajelzés, Igen. hogy hogyan lépj át, mikor lépj át, milyen időszakokban lépik át, például a zebrán, autók a sebességet, Igen. mennyi szabálytalanosság van, akkor erre tud a rendszer úgy reagálni, hogy akkor hová kell rendőr tenni, hová Abszolút. kell Abszolút. ez? Abszolút. Csak hogy, hogy nagyon konkrét példákon mutassam meg az, hogy milyennek mi a dolognak a logikája. Csak nagyon gyorsan ha mi, vegyük azt, hogy mi van, ha nincs ilyen rendszer. Uh -huh. Mi van, ha nincs ilyen rendszer, uh -huh. akkor a szegény városüzemeltető, annak van 15 okos vécéje 25 parkolási rendszere, valahol egy kis padja itt-ott, amott, és azt várjuk tőle, az üzemeltetőtől, hogy ő felelősség teljesen üzemeltessen 25 a rendszert Ugye ez rettenetesen uh -huh. nehéz feladat. A Igen. legjobb szándéka és a legkomolyabb szaktudás és rettenetesen komoly feladat. Ha viszont adunk a a kezébe egy üzemeltetési rendszert, ahol, ahol egységesen át tudja látni az összes rendszer működését, azonnal, hirtelen el tudni kezdeni, összefüggéseket látni, csak hogy mondjak néhányat, hogy említetted is, például kiderült az, az okozzebráknak a jelei alapján, hogy például nagyon fontos helyeken, például óvoda iskola előtt a, a gyalogátkelőnél a sebesség túllépések, azok napközben is sokkal magasabbak, mint azt mi előre gondoltuk volna. Tehát a jelekből hát lehet tudni, hogy itt baj van. Bajban, Így van. És erre reagálni kell. Így értem. van. De hogy egészen prózai dolgokat mondjunk, onnantól kezdve, hogy én látom a fogyasztási adatait a különböző ö, ö, intézményeknek, tudom azt, hogy vasárnap nem kéne, hogy ö, felkapcsolva legyen a, a könyvtárba az áram, mert nincsen nyitva a könyvtár. Ez egy egész egyszerű, folyamatosan foly, fogy a Aha. pénzen fölöslegesen, és ezt teljesen világosan látom. Ezt ideig, is mindenki tudott ilyen rendszereket csinohozni, Semmi más nem történt, mint az, hogy mi egyszerűen és a teljes megvalósításában hozunk a rendszereket összefogó, fölöttes rendszert, amivel világosá válik, hogy uh -huh. mi történik. Jog. Mert nem az, a, nem az a dolga egy integrátornak, hogy mi hozzuk a legjobb okos vécé. Ez egy nem jó harc uh -huh. egy integrátornak, mint a Delta. Nekünk az a jó do... akkor csináljuk jól a munkánkat, hogyha olyan rendszereket tudunk, Leszállítani az üzemeltetésnek nagyon jót tesz, és a kis tartapot, aki viszont az intelligens récébe jó, azt fel tudjuk karolni. Uh -huh. És Döcsánat, az... jó a párhuzam arra, hogy én azt mondom, hogy ez, ez ugyanaz, mint amit a, jön a DENEG, ha már van szó, és ebben otthonosabban mozogok, mint a Smart Grid. Abszolút. Tehát, abszolút, hogy arról szól abszolút. a történet, hogy kis és nagy szereplő együttesen azáltal, hogy az információk és az együttműködési lehetőségek optimalizálva vannak, egy rendszert tudnak alkotni. Abszolút. Uh -huh. és ahogy... Mennyire vagyunk ettől? Na Magyarországon ugye van egy, monorom, van egy, van egy, egy Igen. ilyen mintaprojekt, Igen. ami nyilván folyamatosan lehet fejleszteni és a, a, a tapasztalatokat újra és újra felhasználni, de azért ez egy, ez egy pilot. Mennyire vagyunk attól, hogy ne csak Monorról beszéljünk, hanem nem tudom, én most hazabeszélek Sárospatakról. É. És egyébként ne arról szóljon a történet, hogy hol van még, hanem hogy arról, hogy hol kell még felszámolni, vagy hol kell ezt a hiányt pótolni, tehát hogy mindenhol ez már általános lesz. Nagyon, nagyon intenzíves, nagy az érdeklődés ez, ez uh -huh. iránt a rendszer iránt, meg úgy általában az ilyen típusú uh -huh. rendszerek iránt. Mert hogy ezzel sok pénzt lehet megtakajtani, vagy sok problémát lehet gyorsan ugye előtte, kipipálni? Mi, mielőtt az energiaválság iránt köszöntött, uh -huh. előtte az, az okozta az érdeklődést, amit, amit üzemeltetésben jelent egy ilyen rendszer, hogy végre átláthatóvá válik az üzemeltetés, amitől mindenki szenvedett. Mm -hmm. Mindenki, mm -hmm. a, a kisfalutól kezdve a, a megyei városig minden. Hát igen, mert egyszerűbb, hogyha egy kézbe, vagy hogy mondjam, egy monitort nem kell adtunk. nézni, nem össze Én, nem minden Nem adtunk, nem adtunk mm -hmm. eszközöket az üzemeltető kezébe arra, hogy átlássa mm -hmm. a dolgait. Így minden egyes fejlesztés, egy újabb probléma volt, illetve egy újabb igen. lehetőség lenne. Tehát ideig ez, ez, eszkalálta ez, ez, ezt az érdeklődést. Hát most nyilván az energiaválsággal ezek, ezeknek a fókusza nagyon elindult energiairányba, ami nem baj, és nagyon örülünk, mert ugyanez a logika mögötte, Úgyhogy én arra számítok, hogy hogy a forrásaik, meg a lehetőségeik mentén a, itt azért elég sok ilyen rendszer fog tudni majd fölépülni. Mi ugye energiaközösségekhez is ö, ö, létrehozásához is segítünk ö, platformokkal, és számítunk arra, hogy akár regionális-települési összekapcsolódásokkal, mm -hmm. tehát hogy most... Több nagyon település. Igen, prózailag nyilván egy, egy 200 fős falunak nincs arra lehetőség, hogy ő maga megfinanszírozza uh -huh. egy ilyen projektet. Mi itt ilyenkor abba próbálunk segíteni, hogy akkor egy régió összefogásával uh -huh. csinálni egy olyan központi rendszert, amiből mindenki láthatja maga adatait, az ő, a, őt leginkább foglalkoztató épületek legfontosabb adatait például, és így azonnal költségcsökkentést elérni és ráadásul olyan rendszereket létrehozni, amelyek Rói alapon is igazolják magukat, tehát amelyek elkezdenek már most költségcsökkentést termelni, uh -huh. hogy három-négy év múlva maga a rendszer vissza tudja termelni a saját árát. Jó, ezt, pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye ezeknek a pudingoknak a próbája mindig az, hogy van-e annyi pénz a kasszában, ami ami belátható idő megtérül, és így innettől kezdve gyorsan az energiaárak elszállása nyilván ezt a dolgot felgyorsította, vagy hogy, hogy katalizálta ezt a döntéskényszert. Lehet-e arra bármiféle ilyen általános standard mondani, hogy ez a mennyit segít és mennyibe kerül, ez hogy néz ki. Egy-egy ilyen város, de mondhatunk akár egy nagy, nagy céget is, ahol valamiféle hasonló állapot van, és mindenki eljutott ebben már valamilyen szintre, tehát az, hogy ő, hogy ő próbálnak spórolni, az mondjuk nem a művezetőnek a döntésén fog most már ettől egy szofisztikáltabb rendszer kell. Tehát, hogy az, amit, amit a Delta ebbe a kínálatba tud tenni, az ár érték megtérülés dimenzióba, hogy néz ki? most reménykedek nagyon, hogy a gépészénk nem nézik ezt a műsort, mert ők azok, azok után a felelőtlen mondatok után, amiket majd fogok mondani, azután fogják az én kis fejemet majd szépen megütni, ha én visszaérek az irodába, mert ugye a gépész erre mit mondan, tehát a szakember mit mond, hogy hát Attól függ, hogy milyen termelés, milyen gépészet, stb. Persze. És ez nagyon eltér. Tehát nagyos. a 40%-tól a 4%-ig 40 sok mindent lehetne mondani, de nem akarom megkerülni a kérdést, és megpróbálok néhány olyan ökölszámot mondani, amit tapasztalati mm -hmm. úton tudunk. Ahol ahol gépészeti infrastruktúra összevezérlése is meg tud valósulni, tehát a különböző gépészeti rendszerek összevezérlése is meg tud valósulni, és komoly mérési infrastruktúrát tudunk képíteni, ott a 30%-os megtérülés az egyáltalán nem irreális, sőt mondhatjuk, hogy iparági száma vagy uh -huh, iparági uh -huh. tapasztalat, hogy uh -huh. körülbelül ennyi, és az jellemzően most ugye nagyon változnak az energiárak, de mondjuk ez az jellemzően azért maximum egy négy-hat hónapos megtérülés, de viszont egy komoly magas befektetés. Ott, ahol egy pár szenzort tudunk elhelyezni, és egy pár dolgot tudunk vezérelni, mert e e Igen. ennyit bír el a költség, mondjuk egy radiátorszerep vezérlést, mondjuk egy világítás vezérlést, ott nyilván maga a a beruházás maga, kisebb. Maga a beruházás igen. kisebb, így maga a térülési idő az megnő. Ez, ez tényleg nagyon változó, de egy-másfél év közötti térülés az azért uh -huh. benne tud lenni a dologban. Itt nyilván nagyon-nagyon sok minden múlik a helyi adottságok. Jó, egy kérdésem van. Ha ez mindig előkerül, ahol nagy mennyiségű adatkezelése van. Igen. Hogy hogyan lehet garantálni azt, hogy ezek az adatok biztonságosan dolgozódjanak fel, és hogy nyilván mindenféle információvédelmi sztenderdek megfeleljenek. Ugye egy helyre gyűjtünk össze nagyon sok információt, ezeknek a védelmét biztosítani kell. Így van. Hát én nem vagyok adatbiztonsági szakember, de hála jó Istennek a Deltában sokan azok. Azért jó egy ilyen típusú integrátor, mint a Delta, ugye ez elsősorban egy IT cég, vagy uh -huh. IT, hát akkor nem történelmű a cég, hogy hála Istennek nálunk önálló csoportok foglalkoznak az ilyen, ilyen típusú adatbiztonsági protokolloknak, a létre, adatbiztonsági rendszereknek a, a létrehozásával. Igen, tehát, hogy igen hogy, hogy igenis nagyon fontos foglalkozni, a helyi szinttől kezdve, akár a helyi szinttől kezdve a, a globális rendszerekig, Teszem hozzá, tehát, hogy uh -huh. teszem hozzá, hogy hozzá, hogy igazából uh, igazából itt, hogy mondjam, tehát az, hogy az, hogy mit jelent az, hogy hogy hétfőn 10 órakor valaki 200 forintot bedobott az okos wc Az nagyon ne, tehát ez a lokális adat, igen, ami igen. ellopódik, mondjuk, igen. amit még egyszer, nagyon fontos, hogy ne lopódjon el, és mindent meg kell tenni, hogy ezek csak megfelelő hozzáféréssel, csak megfelelő ember, csak a számára megfelelő Igen. adatot láthassa, és férhesse hozzá, és továbbíthassa. Ez teljesen fontos. De azért csak finoman hozzáteszem, úgy érdekességképpen. Egészen pontosan ez mit jelent, hogy szerdán 10 órakor valaki 200 forintot dobott bele a WC-be? Ez így önmagában nem sokat. Ahhoz, hogy a lényeget lássuk, tehát hogy az adatvagyon Aha. elkezdjen élni, na ehhez hozzuk mi a rendszereket, hmm. meg adott esetben azokat a mesterséges intelligenciás algoritmusokat, amik ebből az adatvagyonból a hasznot tudják hozni, magyar az összefüggést tudják hozni. Hát az egész adatvagyon történet, vagy big data történet Igen. az arról szól, hogy hogyan tudok sok adatot releván, kevésbé releváns adattá tenni. Mert ugye az adat a halála most minden fejlesztésnek. Hát, ha nem tudja kiolvasni. Egyrészt, mert ugye? nincsen. Igen, vagy azért vagy sok. van. másrészt, mert ott van, de nem tudom, hogy mit mm -hmm. jelent. Ugye, hát ugye ez, ez történt pont az energetikai területen is, azért csak túl vagyunk már egy okosmérési fronton, vagy egy egy okosmérési történeten, mindenki elkezdett mérni. És nagyon-nagyon szép rendszerek vannak, amit nagyon szépen megmutatják mondjuk egy, épületnek fel egy gyárnak a mérési adatait, villamos teljesítmény mérési adatait, és akkor jön a 15 millió forintos kérdés, hogy oké, okay, de ez mit jelent? Igen, mit, mire lehet ezt tovább ez hasznosítani? Az, hogy ez a szoba 45 kilovattot fogyaszt, mint éves szinte, ez mit jelent? ennek? Uh -huh. És ugye az, az, az a lényeg, az, azért dolgozunk ilyen rendszerekkel, meg azért dolgozunk mesterséges, intelligenciás analitikákkal, hogy a kezébe tudjuk adni az ügyfélnek azt, hogy ez mit jelent kontextusában, mennyit uh -huh. fogyaszt egy ugyanilyen épület, ugyanilyen szoba uh -huh. máshol, mennyit fogyasztott tavaly, mennyit fogyaszt tavasszal, mennyit fogyaszt ősszel, mennyit fogyaszt, hogyha uh -huh. erre használják, mennyit fogyaszt. Tehát megadni azokat a kontextusokat, hogy az adat információvá váljon. Jó, ez alapján akkor én biztos vagyok benne, hogy a megrendelő lesz, munka lesz. Reméljük. Tovább fejlődési lehetőség lesz, Nem. úgyhogy köszönöm szépen, hogy bejöttél. Köszönöm a megtisztelő felkérést.